A január 6-án Vízkereszt napján tartott érseki szentmisével vette kezdetét Asztrik éve. A megemlékezésekkel és kiállításokkal színesített ünnepi év Asztrik érsekünk személyét és történelmi jelentőségét igyekszik megismertetni az emberekkel. A pénteki ünnepi szentmisét követően került bemutatásra az a dokumentumfilm, amely Koltai Gábor rendezésében az első érseket, Asztrikot mutatja be. Egész rekonstrukciót, hát nem is az elejétől, de most már több éve nyomon követjük kamerával, amikor itt még nem ilyen gyönyörű rekonstruált templom volt, hanem 4 méteres hatalmas mélység volt, mert borzasztó érdekelt. Mert azt gondolom, hogy ez nem csak egy templomi rekonstrukció, hanem ez valóban a történelem faggatása. A több mint 2 éve készülő film Asztrik érsek életútját, tetteit, a földi maradványok feltárásának és tudományos vizsgálatának legfontosabb fázisait, valamint az ünnepélyes újratemetési ceremóniát mutatja be. Ez az 1 órás film, ez Asztrik történelmi jelentőségét. Érsek úr interjúja segítségével, meg hát amit föl tudunk tárni, mert hisz nagyon kevés információnk van Asztrikról és koráról, illetve hát az azonosításnak a különböző fázisait, a szakembereknek a megnyilatkozásait, illetve hát az ünnepélyes tavaly november 1-i halottak napi újra temetés, ugye ami minden szentek ünnepén volt. Koltai Gábor filmrendező elmondta, hogy a most bemutatott dokumentumfilmen kívül több alkotás is készülőben van az egyházmegye történetéről. Egy 2x1 órás film az befejezés előtt van, mert hát magáról erről a hatalmas rekonstrukcióról, ami hát alapvetően a székesegyházat jelenti, de hát ugye a nemrég átadott múzeumot, illetve hát ennek a Szent Háromság térnek a teljes megújulását, és hát voltak épp, amit említettem, hogy ezt mind úgy bemutatni, hogy emögött, a képek mögött, a gondolatok mögött fölsejlen a néző számára a magyar történelem. A Koltai Gábor filmrendezővel készült interjúnkat hosszabban a január 24-i Múzsa című magazin műsorunkban láthatják.